hoztatok. Bőgőst hoztatok? Hoztam bőgőst. Amikor mi Tanyán éltünk, még akkor Üllő környékén, és onnan el kellett jöjjünk, akkor kerestünk házat a környéken, Pest közelben valahol, és egyszer csak Pityó mondta, hogy neki Tordason élnek rokonai, nézzük meg ezt a falut is. És így kerültünk véletlenül. Aztán Gyúróra akartunk menni minden áron, de ott nem kaptunk olyan házat, ahol ami megfelelt volna. És akkor egyszer csak ezt a helyet találtuk, ami megfelelt. És otthon érzed magad, vagy? Hát ilyenkor igen. '73-ban bejutottam Erdélybe, és ott megismertem budapesti fiúkat, fiatalokat, Péteréket, és a muzsikás együttes tagjaiból Sanyit és Misit, és ők mutatták be nekem ezt a világot Budapesten, az akkori zenész és táncos világot, Bartók együttes, Timár Sándor, szóval ezt, ami itt volt, ezt mi nem ismertük, és ez olyan erőt adott, és olyan megdöbbentő volt számomra, hogy fiatalok ilyesmivel foglalkoznak. Ugye én ott nyugaton, hát a nyugati zenét hallgattuk, amerikait, meg mindent, Rolling Stones, és ez annyira más volt, és Erdélyben találkoztam először ezzel, hogy lehet muzsikálni, kézbe fogni hangszereket, és mindig történik valami, a zene és a tánc mindig szorosan együtt van jelen az életükben. Képei mindig is valami olyan rétegét mutatták meg annak a világnak, paraszti világnak, amit mi egyébként más oldalról ismertünk, ami nem mindenki számára jön elő, csak annak a számára, aki valóban olyan közel tud kerülni ezekhez az emberekhez, mint ahogyan a Béla közel tud kerülni azokhoz a emberekhez, azokhoz a személyekhez, akiket ő lefényképez. Látszik, hogy ezek az emberek nem csak alanyai ezeknek a fényképeknek, hanem egyben valamilyen viszonyban is állnak azzal, aki őket felvette, és ettől olyan különlegesek ezek a képek, mert valóban mást tudunk meg belőle, mint amit sokszor más fotográfusok képeiből. Az ilyesmit azt szokták szemléletmódnak is nevezni, meg ennek-annak, de igazából én azt mondanám, hogy ez egy emberi viszonynak egy nagyon bensőséges, jó emberi kapcsolatnak a visszatükröződése az ő képeim. Nem kell, hogy mehetek, hogy nem kell.
Ludikas? Nem, lehet, hogy nem. A múj megcsipteül lehet. Az jó, az olyan. Magyarul. Jó, az olyan. Mindent megcsip. Hát én magyarul jól tudok, mert jártam két osztályt magyar iskolán. De különben román szülei voltak? Én tiszta román vagyok. Azért egy képet így most akkor valahogy a dudával, így. Egy kicsit emelje fölé. Hogy mint a felhúz. Kicsit fújjon fél. Jó. Jó. Aha, jó. Így már jó. Majdnem. Jó. Jó, van, ne erőltesse, hogyha nem megy. Annyira ereszt, hogy nem megy. Tovább nem bírom. Próbáljuk meg. Fújjam én, és maga nyomja, tudjuk úgy? Nem tudom. Próbáljuk meg, hát ha megy. Maga szorítja. Két dudás nem fér egy csárdában. Hát igen, de... Sok levegő kell hozzá. De nagyon jó szó. Mikor fújta utoljára? Hát én fogtam, jártam vizére, versenyükre, de most rég, hogy nem. Mi az? Nem tudom. Még nem ismerem meg, de látom, hogy valami jóféle. Sanyi bácsi, maga? Ez vagyok. Akkor jó? Nem már, csak én vagyok. Jól gondoltam. Ez igen. Na hát, Isten éltesse sokáig. Egészség. Hallgatok, fiú. Régi nem. Köszönöm, jó. Hogy gondolta, hogy te ütetnéd? Gondoltam, megnézlek. Jó napot. Barátok is eljöttek egy kicsit. A te jó? És merre felé jár? Abba sem mindenki az alakok, lóval látom, most vetted az alas, aztán ott a hallásom menj, hogy mutat. Most az ennyi jó van, az ennyi meg az. Igen, a Csikó? Csikó meg a panca? Az öregek, az anyja. Ilyen szép volt. Hogy van? Itt Béla. Eljöttünk egy páron. Erre felé mentünk, és gondoltam, hogy a múltkor megígértem, hogy elhozom neked ezt a képet. Igaz, hogy már rég volt? Igen, így van az erkényben, és Béla. Béla sincs már. Imre bácsi sincs már. Vagy csak te vagy. Csak én. Én vagyok most az erkényben, itt a palak. Thank you.
most semmit nem lát Zolti bácsi? Csak sötétet vagy? Vagy valami fényeket lát azért? Én nekem sötét is ennyi, mint a világos. Én ezelőtt is raktunk szürkületbe egy terüszénát, sötétbe, fönnre a helyről megindultam. Hozzáigyettem vele. Nagyapám úgy félt, azt mondja, hogy te való feldűteted, ne féljen mondani. Ahol tudtam csúnya a hely, ahol lassan jöttem, csak elég eresztettem a marhákot. Vagy ökörrel, vagy tányinál, mikor mi volt. De én úgy sötétbe sötétben is, nekem sötétben is annyi volt örökké, mint. És hogyan tudja, hogy hol jár? Hát én tudtam. Én nem bolondultam sehol. Én életem bonyhájt jártam, és én a hegyeken, és fenn a hegyen tiszt egyedül, pedig ott semmi sem, tiszt egyedül felmentem fel a hegyen, a 10-12 kilométert, és elmentem. Én úgy ismertem a helyet, hogy én el nem tévedtem sehol sem. Ványok után is tudott járni? Hát én, hogy ne tudtam. Én azok után is elvartam, hát hogy hegyen meg a franc. Édesapám, dicshet rodat, jaj, Endre, Endre bácsi, és ez ti vajon? Muncili. Muncili szegény, jaj. Jaj. Az apja, Endre. Én vagyok Eszter, igen. Nem hagyom neki emlékezzem ott így. Honnan nem hozták, tessék megmondani. Én csináltam ezt. Maga csinálta? 76-ban. 76-ban. És édesapám nincs itt, Károly. Valahogy nekem mondta Attila. Attila? Igen. Hogy magának van itt egy kocsma. Volt kocsmánk, ez volt a kocsma, de a szegénységből már 5 éve nem arulok. És elég sajnos, mert nincs miből éljünk. Mert mind adtam hitelbe, úgyis úgy maradtam, és be kellett zárjam. Nagyon szerettem őket. Nagyon szerettem volna, hogy legyen egy kicsi büfe itten, hogy jöjjenek maguk is itten a cigányok, és lássák, hogy milyen szép. Na, hajunk a cseh. Csikolunk a bunám, szépen. Hajunk. Ezt
Itt van Sándor. Igen. Na, de kéne a tétársak. Nézzétek itt. Elbújt el vele. Most. Na, barátok. Itt vannak a magyar Sándor. Sándor. Jó, akkor kérdez, Batila vagyok. Minden nap, minden élen a belezik, épp azt a minden lé. Ennek a veje, ő. Tessék, állítanak. Én ugrik rá. Állj, a fóz! Régi, hány évet már? 76-ba csináltam. 76-ba. Igen. Már mindjárt. 34, 36 év. Igen. Nem 36? Nem. 24 vagy nem. 24. 26. 26. Hát, régen volt. Régen. 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 Még élhetett volna. Igen. Mert neki a kontingenten még élne, szegény apanna. 59 éves. Akkor tötötte be az 59 évet. Mi volt a baj? Agyvertést kapott. Hirtelen halt meg? Igen. És hogy? Itthon vagy? Vérnyomás csinált. De hogy itthon vagy az utcán? Akkor hoztuk ki a kórházból is rá négy napra. Csak ezt a... Mert van egy zenész Palackán, Kodoba Béla. Ő úgy halt meg, hogy muzsikáltak, és valahol táncot, lehúzták a táncot, és le akartak ülni. Itt vannak a fiai, itt laknak Boncidán. Palackai Béla, igen. Igen. Nem is tudtam. Na, belájvazod. Hazajött apa. Végére érkezett. Erre segítséget! Hallom a hettetéri fiam, hogy itt szed fiam a legelőn szóval. Halszik odáig. Ha? Mi? Azt hittük, hogy halszik a tetőre. Azt hittük, hogy azért jön. Azt hittük, hogy fel akar állni. És akkor most ez szomszédom mind a kettő. Erre segítséget. Egészséget. Végét kívánok. Én most fogok maguknak egy nótát. Azt is felveszik? Nem baj. Ha akarják. Hát ezek tudják, hogy mi a nótája? József bátyok tud nótálni. Amilyen akarnak. Ha akarják frisset, ha akarják régit. Régit. Régi. Ha? Az a szebb, hogy nekünk a régi. Ha? De várjon akkor egy kicsit. Melyiket fújjuk? Mielőtt belekezdene azért. Hallja, hallod? Te sok nem. Egy olyan magyart vagy, lassút vagy? Hát egy olyan magyart. Magyar? Persze. Hát az öderdőbe terem a mérges kígyó. Szép. Állj meg, ne húzd. Nem. Szép lejámból lesz a legény csábító. De látod, anyám, milyen jó a kicsunya. Mert a szegény legény szívét nem szomorító. Igaz? Na, aztán csinálunk magyart, ha akarjasz. Azt mondja a kakuk ma bár, hogy nem sokáig élek már. Sírba tesz a nehéz bánod, meghalok én te utánod. Ugye tudja, Józsi bátyát? Fasza. Te nem, ha melyiket akar? Jó.